Sziasztok, én Csenge vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Most egy TikTok DIY-os videóval készültem nektek, és fontos mondanom itt az elején a videónak, hogy nyereményjáték lesz, úgyhogy a videó végén el fogom mondani, hogy pontosan mit tudtok megnyerni, és mit kell érte tennetek. Egy nyertest fogok sorsolni itt YouTube-on, és egy nyertes lesz az Instagram oldalamon is, úgyhogy ha ott még nem követtek, akkor kövessetek be nyugodtan, és tudtok játszani mint kettő felületen akár. Egyébként nagyon remélem, hogy jól fogna sikerülni a DIY-os dolgok, amiket el fogok készíteni, ugyanis nagy részt ezeket fogom kisorsolni köztetek. Az első dolog, amit el fogok készíteni, nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni, ez miatt izgulok a legjobban, és ezért gondoltam, hogy ezt csinálom meg akkor először. Szóval az első videónak a lényege annyi, hogy bármilyen nyomtatott képet, a lézernyomtatóval nyomtatott képet bevontok ilyen fóliával, így mutatják a videóban, úgyhogy így fogom csinálni, és azt rá lehet vasalni a pólóra, és rajta is marad. Én viszont nem pólóra fogom ezt megcsinálni, hanem vettem kettő ilyen kis neszeszert bézs árnyalatban, kis fekete cipzárral. Erre a kettőre fogok két nagyon cuki képet rávasalni. Az egyik egy kiskutya, a másik egy kis cica, és próbáltam egyébként színeiben olyan képet választani, ami illik ehhez a kis bézses toltartóhoz, vagy neszeszerhez. Szóval akkor neki is kezdenék, és először erre a fóliára egy csomagoló műanyag cuccra lesz szükségünk. Remélem, hogy látni fogjátok, hogy mit csinálok. Ez az olló nem vágja el. Nem vágja az olló ezt a fóliát, úgyhogy tépni fogom. Oh. És próbálom nagyon szépen ráhelyezni. És akkor itt szépen behajtogattam, így a hátuljára hajtogattam, hogy elől csak egy réteg legyen, de itt még szépíteni kell a dolgon. Jó, meg is lennék a cicával, így körbe cuccoltam ezzel a cuccal. Nem tudom, mennyi látszik. Ugye itt az aljába próbáltam betűrögetni a maradék anyagot. Te megcsinálom ugyanezt a kutyással. Jó, kész vagyok a kutyusossal is. Itt van, már előkészítettem egy sütőpapírt, és már csak a vasalót kell idehoznom. Pillanat. Idehoztam az asztalra egy ilyen anyagot, hogy ezen vasaljak, és ne az asztalon. Nem tudom, hogy milyen fokozatra kéne tenni. Langyi fokozatra. Tegyük olyan. Hú! Jó, most ráteszem a nagyjából középre. Jöhet a sütőpapír. Megvasalom, de jaj, nagyon izgulok! És azt veszem észre, hogy jaj, hogy nem tudom, nem merem megnézni. Lehet, hogy nem magas fokozaton kell. Oj, olyan fura. Miért színeződött így el? Ez tényleg 15 percen keresztül kell vasalgatni, hát rajta hagyom. Szóval kamerán kívül szerintem nagyjából 40 percet elszöszmötöltem az egy darab neszeszerrel, és még most sem vagyok vele teljesen elégedett. Igazából olyan problémába ütköztem, hogy rájöttem, hogy ez a neszeszer anyag vagy toltartó anyag eléggé vastag, és nyilván, hogyha egy vékonyabb pamutra csináltam volna, akkor szerintem sokkal hamarabb oda tudtam volna ragasztani, tehát nyilván ez a cucc, ez úgy működik, mint egy ragasztó, de sokkal több kellett volna belőle,
és a szélein kicsit feljött, és amúgy majdnem abba hagytam, hogy na jó, ebből most nem lesz semmi. Na, itt van közelebbről, és kicsit leveszem a fényt, így jobban látszik, talán. Szóval ilyen lett a két kis toltartó, és igazából nagyon tetszik. Ezt a képet megégettem, és egy kicsit elszíneződött, és itt pedig a képre vigyáztam, viszont a táskát égettem meg, úgyhogy... mindegy. A következő dolog, amit el fogok készíteni, ahhoz igazából szükségem lesz egy fehér gyertyára, és különféle szárított virágokra. Szóval ráteszem ide a szárított növényt, és viasszal lecsepegtetem. Ehhez vettem egyébként egy ilyen duci gyertyát, és egy ilyen... vékony gyertyát, és egyébként vannak itt nekem szárított virágaim, és próbálok olyat kikeresni, aminek megmaradt a színe is. Első körben erre a duci gyertyára fogok rátenni virágokat, úgy érzem, hogy ez könnyebb. És nem tudom, mennyire fog ez így látszódni. Nem látok semmit, mindegy. Több videót néztem, és valahol fogpiszkálóval csinálják, valahol ecsettel. Én direkt egy ilyen rossz ecsetet hoztam ide, amit már valószínűleg nem fogok másra használni, de megpróbálom a fogpiszkálóval. Ja, hát nem a lángba kell beletartani, mert akkor felgyullad. Ó, értem. Aha. Ja, ez nagyon jó érzés csinálni. Tényleg, működik. És akkor kész van a lila is. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Oké. Megcsinálom erre a hosszúra azt, hogy ilyen hosszabb szárú növényeket rakok rá. Nekem ez nagyon bejön. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Meg főleg azt tetszik benne, hogy tényleg élő, igazi virágok vannak rajta egy gyertyán. Hú, ezt mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki egyszer legalább. Egyébként nem annyira pepecs munka, mint amit ezt elsőre gondoltam. Nagyon hamar megvan, és kész van, és nagyon hamar tudjátok ezt csinálni. Tehát egy ragasztónál több időt kell várni, hogy megszáradjon. Eltakarítottam már, és letöröltem az asztalt, és elkészültek a gyertyák is, és ilyen lett a kis duci, és ilyen lett a kis hosszúkás gyertya. Szerintem barna virágokkal, vagy bebarnult virágokkal is nagyon jól tud mutatni, úgyhogy ja, ezt nagyon ajánlom, hogy próbáljátok ki ti is, hogyha van kedvetek. Ezt le kéne törölni. A következő DIY, amit meg fogok csinálni, az szintén egy gyertya lesz, de konkrétan én fogom kiönteni a gyertyát. Itt majd láthatjátok, hogy miről van szó, tehát kagylóba fogok gyertyát önteni, és ilyen kis kicsi kagylókat találtam. Ehhez egyébként vettem ilyen gyertyákat, meg van itt ilyen duci nagyobb gyertya, úgyhogy ezeket fogom első körben felolvasztani. Nem vettem külön kanócot hozzá, meg ilyenek, hanem ebből a gyertyából fogom kiszedni a kanócot, az tökéletes lesz nekünk. Ezt a gyertyát most bele fogom rakni egy kis tálba, és felmelegítem lassú tűzön, egyébként nagyon gyorsan felmelegszik. Megérkeztem a felmelegített viasszal. Ez a kagyló tökre megáll magától, úgyhogy nem is kell kitámasztani, hanem csak simán ide szépen belefolyatom a cuccost. Szóval mi lehet mégiscsak ki kellett volna támasztani. És akkor közben nekilátok a többinek. Megint egy kis időre eltűntem, ugyanis itt elpepecseltem a kis gyertyákkal. Az első darabot láthattátok a videóban, nagyon egyszerű volt megcsinálni, és felbuzdulva csináltam még jó párat ilyen kis kagylóba, úgyhogy
Olyat is csináltam, amiben raktam ilyen szárított kis virágokat. Szerintem eddig ezt tetszett a legjobban, tényleg az összes közül nagyon jó volt elkészíteni, és nagyon jó érzés volt önteni ezeket a gyertyákat. Fúj, de gusztustalan lett ez az asztal. A következő dolog, amit el fogok készíteni, az nem más lesz, mint a scrunchie. Ugyanis... Ilyet már nagyon rég óta szerettem volna készíteni, de mindig lusta voltam hozzá, hogy én ott varogassak, meg kibefordítgassam, meg mit tudom én, viszont látom ugye ezt a videót, ahol ragasztóval ragasztják össze a scrunchie-t, és ezt már láttam, hogy más is megcsinált és kipróbálta, és sikerült neki, de én abban nem vagyok biztos, hogy ez tényleg tartós lesz, és a ragasztó az tényleg így összetartja, vagy a sok használat következtében így szétmegy, vagy nem tudom. Szóval én főleg most ezért fogom ezt így elkészíteni és kipróbálni, úgyhogy ehhez vettem néhány hajgumit, illetve kerestem itthon anyagdarabokat, találtam tök jó ilyen rózsaszín pöttyös mintásat is, meg rózsaszín kockás mintásat is, illetve ez a barna nagyon megtetszett, mert tökre megy a szettemhez is, ami most rajtam van, meg alapvetően ez ugye menne mindenhez. Úgyhogy szerintem ez lesz az első, hogy kipróbálom. És amit nem hoztam, az az üveg, amire ráteszem a scrunchie. Jó, találtam itt egy ilyen üveget, úgyhogy erre fogom majd rátenni, és akkor a hajgumit is rárakni, de amúgy ez milyen ez a hajgumi? Remélem jó lesz ez a hajgumi, meg ez a cucc. Szóval, én nézegettem a videóba, hogy milyen hosszút vágnak le, agyfagyás. Csak tényleg gondolkoztam, hogy 22 incs, az hány centiméter? Ennyi? Nagyjából? Szerintem felezzük ezt el. És akkor annyi legyen. De ezt most szépen elvágtam. Jó. És ha jól emlékszem, akkor nem kell... Nem emlékszem. Hol a telóm? Nem kell összehajtani. Jó. És akkor úgy kell csinálni, hogy csináljuk a barna gumival. Így. És akkor ezt ide belefűzöm. Hó. Ja, most már értem a dolgot. Nem jól csinálom. Jaj, de csinos! Olyan, mint a föl lenne öltöztetve. Jó, és akkor beízítom a... Na, közben felmelegedett itt a ragasztópisztoly, úgyhogy annyit kell csak tennem, hogy itt behajtom és összeragasztom az anyagot. Úgyhogy itt most ügyeskedek. Hát ez nagyon jó lesz! Esküszöm. Jó, de jó. Szóval leszettem ezt a crunchie-t, és... Nagyon király, és ugye, jó, még nincs kész. A végén úgy láttam a videóban, hogy sehogy sem láttam a videóban. Úgyhogy ezt valószínűleg ide amúgy betűrték nagyon okosan és szépen. Igazából azt fogom csinálni, amit eddig is, hogy így összeragasztom. Na, kész lett az első scrunchie, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb lett, mint amire számítottam, és nagyon tetszik. El fogok készíteni még, szerintem még egy ugyanilyet, és lehet, hogy még egy ilyet is.
Közben elkészítettem plusz még kettő ilyen scrunchie-t, majd ide bevágok egy videót, hogy hogyan néz ki a hajban. Szerintem nagyon jó, úgyhogy ja, át is térnék egyébként a nyereményjátékra, ugyanis már csak az maradt hátra. Majd videóban látjátok, hogy mi lesz pontosan a nyeremény, mint már említettem, két nyertest fogok sorsolni, az egyiket itt YouTube-on, a másikat az Instagram profilomon. Mit kell tennetek, hogy megnyerjétek a kis neszeszert és a benne lévő dolgokat, amiket ugye ebben a videóban készítettem el, plusz lesz benne még valami kis apróság, amit még nem tudok, esetleg valami kis édesség, ilyesmi. Szóval, az a feladatotok, hogy kövessetek be itt YouTube-on, szóval, hogyha eddig még nem követtek, akkor ez az egyik feltétele, hogy kövessetek be. Lájkoljátok a videót, és kommentben írjátok meg, hogy melyik neszeszert szeretnétek megnyerni, a cicásat, vagy a kutyásat. Ami benne lesz, az ugyanaz lesz, szóval abban nem nagyon lesz eltérés, úgyhogy ezt mindenképpen írjátok le ide, és hogyha Instagramon is szeretnétek játszani, akkor menjetek az Instagram oldalamra, és az ottani feltételeket kövessétek, játszhatok mindkét helyen. Őszintén szóval neszeszer lett volna a fő dolog, amit nagyon izgultam, hogy jól készüljön el, és azzal nem vagyok egyáltalán megelégedve, de remélem, hogy nektek tetszeni fog, illetve annak, aki megnyeri. Örülök, hogy velem voltatok, és ne felejtsétek el játszani, írjátok meg kommentben, hogy melyik neszeszert szeretnétek, és Instagramról se feledkezzetek meg, úgyhogy további szép napot nektek, sziasztok!